A Simonyi Zsigmond helyes írási versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapesten 22. alkalommal szervezi meg idén az egész Kárpát medencére kiterjesztve. Zentán ez a 15. alkalom, hogy a Tiszamenti körzeti döntőt megrendezik. A tanárnőm könyves csilla segített a felkészülésben, és korábbi éveken, amilyen tesztek voltak, azokat elkaptam, és akkor azokat kitöltöttem, és így készültem fel. A verseny első részében az összetett feladatlapok kitöltésére 35 perc áll a tanulók rendelkezésére. A második részben tolbamondás várt a versenyzőkre. Tolbamondás szokott a legnehezebben menni, azért mert rengeteg évszám, meg, meg az országok nevei, és teli van mindenfélével, ami nagyon nehéz. A feladatlapokat Budapesten állították össze a Magyar Helyesírás szabályai legújabb kiadása szerint olyan tanárok, egyetemi oktatók, akiknek ez a szakterülete olyan feladatokról van szó, amely a felnőtteknek a tudását is próbára teszi. Tehát egy tanár, aki gyakorlott pedagógus, sem tudná mindig megoldani százszázalékosan a teszteket, a feladatlapokat és a tolbamondást, és ezért vagyok nagyon büszke azokra a diákokra, akik vállalják azt, hogy a saját idejükben készülnek erre a megmérettetésre. A körzeti döntő 12 legjobb versenyzője tovább jut a tartományi megmérettetésre, majd onnan 8 tanuló mehet tovább Budapestre a május Kárpát-medencei szintű helyesírási verseny döntőjébe.